Az ünnepi hosszú hétvégén zajlott városunkban az évadnyitó első gasztrokulturális fesztivál, a Toros Napok. Finom ételek, változatos programok várták a városunkba érkező vendégeket, és a hajdúszoboszlóiakat is. Az idő kegyes volt, kitartott a 3 nap alatt a napsütés. Készen van a káposzta, hússal jól összeforgatva! Most állalják a szakácsok! Hajdúszoboszló, mint már hallottuk többször a jól ismert szlogent, a felüdülő hely. Nos, ismét kitett magáért a város, illetve a rendező Máté Lajos, hiszen a hosszú hétvégén rendezték meg az év első gasztrokulturális fesztiválját, a Toros Napokat. Az idő is kegyes volt, disznótorra épp alkalmas. A hagyományoknak megfelelően ünnepi megnyitóval indult a rendezvény, ahol a felkínált ételeket jelképesen megszentelték, köszönetet mondva mindenért, mi az asztalra kerül. És kezdetét vette a mulatság. Ez alkalommal is 4 fő vendéglátó egység kínálta a finomabbnál finomabb falatokat, de mellettük természetesen voltak visszatérő standok, akik szintén széles kínálattal várták a toroskodni vágyókat. A kemencés csáda tulajdonosa a finom ételek mellett kitűnő hangulatával is csábította a vendégeket. Kemencés csára kitelepült, a hír igaz. Itt vagyunk, toros ételekkel készülünk elsősorban, ugye jól megérdemelt toros káposzta, bőrös malachússal, töltött káposzta füstölt csülökkel, babujás mangalica csülökkel, készülünk lepcsánkával, parasztbatyúval, és a elmaradatlan kemencében sült kenyérlángossal különféle feltételekkel. Mi a legkelendőbb már a tapasztalatok alapján, hiszen már a második nap délutánján tartunk? Hát a verhetetlen a kemencében sült kenyérlángosunk természetesen, különböző feltétekkel. Ebből nem tudunk annyit csinálni, hogy ne tudjuk eladni, ez mindent ver. A híres papakolbászát azt ajánlom mindenkinek. Mi a különlegessége? A 84-es nagyapám receptje alapján kész, aki még mindig mai napig aktívan dolgozik, ő egy igazi vérbeli hentes, a receptje egyedülálló, én úgy gondolom, hogy ilyet talán máshol nem lehet kapni. És mi a kulisszatitok, szabad tudni, mitől egyedi? Csak egy adalék? Csak annyi, hogy 60 évig a szakmai tudását ebbe beleadta, és valószínű, hogy ez lehet az adalék, hogy ezt más talán nem tudja. Hajdubihari ízekkel, igazi ízesen, ahogy kell. Benne van ebben minden, sóbors, paprika, ahogy kell, jó kis szaftos, jó kis fűszeres. Miket láthatunk a nagy kondérban, meg a nagy üstetején? Hát mivel Toros Napok, elsősorban ugye sertésből és malacból készült ételek, babujás mangalita csülökkel készítettük most. Jó sűrű, megáll ellenőr. Igen, mert hát ezt már többször töltöttük, hál' Istennek. A toros káposzta és egy ilyen sertés tarjával készült káposzta. Igen, így van, füstölt a tarja. A kakas here pörkölt pedig, az pedig nem igazán toros étel, de egyszer annyira népszerű, hogy azzal muszáj vagyunk jelen lenni. Mi úgy hívjuk, hogy kakas here pörkölt, ungarische Viagra. A Lorena étterem is minden fesztiválon jelen van. Kihívás mindig újjal előállni. Igaz, hogy a Toros Napokkal jöttünk ki, de ami különlegességnek számít, az a vasalcsirkecomb, ez a mézes, mustáros, zöldcsilis pácba sütve, akkor a szovidolt sertést tarja, ami 3 napos pácba volt elkészítve és lassú sütésbe. Durván olyan 3,5 óra hosszáig sült 140 fokon, szépen lassan, hogy megmaradjon az ízharmóniája, a szerkezete is ne süljön össze, hanem vajpor legyen és omlós. Van még a csülkös lambuc, ami egy hagyományos hajdúsági étel, hajdúsági sárközi, sáréti, pirított tésztából készült, füstölt szalonna alapon,
paprikával, paradicsommal és hagymával, ami ugye a Hortobágyon ez nem divat, más jellegű az étel, és ez kellemes, szaftos, füstölcsülökkel dúsítva, hogy az észharmóniája is menjen ezek a toros napokhoz, meg valamennyire a környezethez, a helyi hagyományokhoz. Mi az, ami a legkelendőbb ez alkalommal, amit a leggyakrabban kell után tölteni? Hál' Istennek mindent. Ez az igazság. A tarját is viszik, a csirkecomfilét is viszik, a füstölcsülökből is nagyon sokat eladtunk. De ami számomra érdekes, az a hek. A hal. Nem is értem, hogy. Toros napok, és mégis a heket viszik a legjobban. Azért, mert ez a stand, ez mindig árul halat, és szerintem már tudják az emberek, és visszatérnek ide, és minden alkalommal nagyon kelendő. Mondta, hogy még csak tavaly került ide, tehát még nem biztos, hogy nem biztos, hogy találkozott még ezzel. Nagyon szeretik az emberek, akkor ezek szerint most is nagyon kelendő. Milyen fűszerezéssel? A hekken egy túl sok variáció nincs, egy egyszerű citromborsos fűszerezettsége van, és hagyományosan kisütve, bőolajba, paprikás lisztbe forgatva, semmi különlegesség nincs vele, amit úgy külön kiemelnék. Több újdonsággal is készült a Lorena étterem, mint hallhattuk, de a hal bármilyen formában is kuriózum és roppant kelendő. A mindig győztesek között szereplő Mátyás Király gyógy és wellness szálloda is meg annyi finomsággal készült. Rideg Csabáék ismertették meg a cigánykát is elsőként a vendégekkel, de mindig törekednek széles skálán kielégíteni az igényeket. Igazából a standard ételeket hoztuk, egyetlen egy különlegességünk van, a böllér káposzta, amivel még soha nem jöttünk. Hát kétkedve, kicsit fenntartásokkal fogadják a vendégek, de viszont aki megkóstolja, az nagyon pozitív visszajelzésekkel él. Ez egyébként egy savanyú káposzta, hurkával, kolbásszal, krumplival, tejföllel, tehát egy kicsit hasonlít egy rakott káposztára, és ez egy kimondottan disznótoros étel. Ez kinézetre ilyen rakott jellegű, vagy ilyen, mint a töltött káposzta? Nem, ez úgy néz ki, mint egy rakott krumpli. Ugyanúgy a tejföl a tetejére rá van sülve, csak savanyú káposzta van benne, és ahogy mondtam, hurka, kolbász. Mi a legkelendőbb? A zöldséges csülök talán az idei évben. Ez szoktunk jönni vele rendszeresen, de most ennek nagyon nagy keletje volt. Tehát különböző grillezett zöldségek, füstölt, főtt csülök kockával. A standon a toros káposzta is mindig kelendő. A főtt füstölt csülök, roston sütve, a folyamatos, és akkor amiről beszéltem, a zöldséges csülökkockák. Milyen zöldségek szerepelnek benne? Bár eléggé kivehető, de ha felsorolnám. Ebben cukkini, padlizsán, paprika, pórihagyma, lilahagyma, gomba, bébirépa, brokkoli. Azt hiszem, mindent felsoroltam. Ehhez és hát nyilván a csülök. Ehhez kérnek köröket a vendégek? Nem, ezt így maga kenyérrel. Tehát ezt kenyérrel nagyon szeretik. És akkor itt tovább az ételek, hát nyilván a elhagyhatatlan forgatott burgonyánk, a lila káposzta, párolt lila káposzta, illetve van egy bajor káposztánk, tehát egy savanyú káposzta, grillzöldség, lepcsánka, amit ugye van, aki magába eszik, de egyébként van az ördöglángosunk, ami a lepcsánka, rajta egy zöldséges tarjacsíkok is egy kapros tejfölös öntettel van leöntve. És ha tovább megyünk, akkor ott a másik melegen tartónál már látszik a tejfölös tetejű, ugye a böllérkáposzta, fölötte a toroskáposzta és a töltött káposzta. Háromféle hurkával jöttünk, tehát van májas, tüdős és véres. Nyilván házi kolbász, a cigánykánk, amivel ugye most már harmadik vagy talán negyedik éve itt vagyunk. Ez a kolbászhús, ami májjal és rizssel van keverve és hálóban sütve. De minden főtt, sült finomság mellett a szalámi, kolbász, szalonna, füstölt oldalas mind-mind megvásárolható volt. A Hungaroszpa Termál Hotel, bár jelentősen kevesebb finomsággal képviseltette magát, ez alkalommal is kifejezetten jó kis disznótoros ételeket kínált. Mi most elsősorban a Toros Fesztivál tematikájára próbáltunk meg reagálni. Hurkát, kolbászt, pácolt húsokat, cigánykát hoztunk, ami egy jellegzetesen békés étel ugyan, de úgy gondoltuk, hogy beleillik a választékba. Mi ez a cigányka? Ez egy kolbászhús és a májas tölteléknek a rizs nélküli keveréke. Cepleszbe, vagy hát ugye, ahogy máshogy mondják, a
sertés hálóba tekert kis töltelék. Egy remek, remek dolog. Ezt valahol a Csabai Fesztiválon láttuk, és onnan lopkodtuk el az ötletet. Mi a legkelendőbb? Hagymás vért viszik nagyon. Érdekes módon ugye a tepertő az, ami nagyon jól megy. Illetve itt, ami látszik, és az oldalas, amit mi ilyen barbecue-s pázba készítettünk el, ezt nagyon kedvelték. Van-e valami édesség is, amivel készültetek, mert szoktatok, vagy most nem? Ritkán szoktunk, de most úgy gondoltuk, hogy a hájas tészta az ide illik, és egy ilyen lekváros hájas tésztával készültünk. De ismét kitelepült a Katapult standja, akik szintén visszatérő kedvenceknek számítanak. Több ételt is hoztunk, elsősorban vetrecelevest, toroskáposztát, csülkösbabos káposztát, illetve frissen sülteket. Egy ilyen savanyú leves, a korhelyleveshez hasonlatos, füstölt hússal készül, savanyú káposztával, zöldségekkel. Ebben nincs bab. Ebben nincsen és bab. És tejfölös. Tejfölös, igen. A buciba tároljátok? A levest is buciban tálaljuk, illetve a káposztákat is buciban adjuk a vendégek számára. Hát kifejezetten tányért most így erre az alkalomra nem is hoztunk, próbáltuk ezzel különlegessé tenni egy kicsit. Szerintem ez így nagyon megállja a helyét. És akkor mehetünk tovább, látunk itt klasszikus toros káposzta. Igen, ő a toros káposzta, ő pedig a csülkös babos káposzta. Igen, ez egy szabolcsi étel. Igen. Esetleg van szabolcsi a szakácsok között, hogy ismeri ezt, mert igen. Nem sokan ismerik. Igen, van a szakács és szabolcs. És hát itt vannak ezek a finom sültes finomságok, ami ugye disznótor alkalmával a frissen levágott malacból is készülhetnek. Így van, hát most amit itt láttok, az minden frissen készült, mert mielőtt érkeztünk egy nappal előtte vágtunk disznót, úgyhogy minden teljesen friss. Annyi, hogy a csülök van előre megfűzve, de minden itt készül a mellettünk lévő kemencében a helyszínen. Mit tapasztaltatok a három nap alatt? Mi volt a legkelendőbb, mi ízlett leginkább a vendégeknek? Hát elsősorban a káposztákat vitték, a toros káposztát, illetve a csülkös babos káposztát. És ennyi sós, sült, főtt étel főfogás után elfért még a desszert is. Erről gondoskodott a közismert sétánypalacsintázó. Szerencsére minden alkalommal itt tudunk lenni. Ugye a sétányon van a palacsintázónk, és fontosnak tartjuk a kitelepüléseket is, hogy még szélesebb körben megismerjenek minket. Minden egyes gasztrokulturális fesztiválon jó, nehéz sültek fogyasztása után jól esik egy kis desszert. Mik szerepelnek a kínálatotokban, illetve mi az, amit a leginkább kedvelnek a vendégek? Hát a klasszikus palacsintáktól kezdve a különleges palacsintáig itt tésztában, töltelékben, ugye klasszikus a kalmásfahéjas, nutellás, kakaós, ilyesmi, tésztában a egyedi csokis tésztákat készítjük, töltelékben pedig a legnépszerűbbek a három grácia, nutella, eper, túróval, illetve ami bent is a balukapitány, nutella, banán, szóval nutellás legnépszerűbb palacsinta még mindig. Találkoztatok-e már olyan kéréssel, amit nem tudtatok teljesíteni, és esetleg ezzel bővítettétek a palettátokat? Hát most tervezzük, ugye egyre népszerűbbek ezek az új reformétkezésbe, a paleo étkezés, ilyesmi, és most ezzel tervezzük kínálatunkat bővíteni bent a palacsintázóba, illetve a fesztiválokon is. Már a következőre szeretnénk úgy kijönni, hogy ennek az igénynek is eleget tudjunk tenni. És aki süti a palacsintát, az szereti a palacsintát? Persze. A palacsinta megunhatatlan örömforrás minden korosztály számára, éjjel-nappal lehet enni, mi is nagyon szeretjük. Mint minden fesztiválon, a közönség szavazatai alapján fesztivál ételét is választottak, díjaztak a harmadik napon. A harmadik toros napok fesztivál étele a Lorena étterem csülkös lambuca lett. A második helyet a kemencés csáda papa kolbásza nyerte el. A harmadik helyet pedig az Alföldi Batyu Kft. Alföldi Batyúja nyerte. És hogy hogyan is készül a csülkös lambuc? Köszönjük szépen a megtisztelő díjazást. Hát igazából az volt nekünk a fő szempontunk, amikor kiválasztottuk az ételt, hogy itt a hajdúsági emberek életében azért egy közkedvelt étel legyen, ami egyébként a Hortobágyból adódóan az a slambuc az, azt gondolom, hogy mindenki számára egy közkedvelt étel. És mi azon gondolkodtunk, mivel lehetne ezt egy kicsit esetleg úgy meg turbózni magyarul, hogy ez közkedvelt maradjon, és hát ugye mivel minden egyes ilyen toros fesztiválon a füstölt csülkünk az egyik közkedvelt étel, ezért ezt így a kettőt összehoztuk, és egy nagyon jó választás volt, nagyon szerették a vendégek.
Azon kívül, hogy füstölt csülök volt benne, milyen ízvilág gyarapította, bolondította a hagyományosak közül is? Hát nagyon nem vadítottuk meg az ételt, mert azt gondolom, hogy maga a slambusznak egyébként itt a hajdúságban van egy ilyen kuriózuma, tehát hogy tudjuk azt, hogy ezt hogy szabad elkészíteni gyakorlatilag, és azt gondolom, hogy nagyon bátor szakember az, aki belemel nyúlni ebbe a receptúrába. Hát azt gondolom, hogy itt a tészta lepirításától egy kis szalonna ágyon elkészítve, majd ugye mi úgy készítettük, hogy a végén a füstölt csülökkel összeforgattuk. Tehát azért ettől nagyon nehéz elrugaszkodni, sőt azt gondolom, hogy nem szabad. Tehát van, amilyen receptúrába szabad belenyúlni, az azt gondolom, hogy a slambuc esetében nagyon érzékenyen kell bánni vele. Bár erre szavaztak a legtöbben, esetleg volt, ami kelendő volt ezen a három napban. Nekünk mindig van egy ilyen hagyományőrző szokásunk, minden egyes fesztiválon nagyon sokat tanulunk abból, hogy mik azok az ételek, amik oly mértékben fogynak és közkedveltek a vendégek részéről. Ez például ugye a malacfül salátánk volt ebben az esetben is, nagyon szép mennyiségben fogyott és nagyon közkedvelt volt, bár a jelenlegi vendégsereg, aki most érkezett a városba, az szerintem kíváncsiabb volt inkább az ilyen tésztás, tehát lehet, hogy a hajdúsági ételekre, inkább így mondom. Persze a helyezések közötti szavazati különbség minimális. Minden étel finom volt. Aki nem hiszi, járjon utána.